A Széchenyi terv koncepciója kiemelt területként kezeli az otthonteremtést. Így például felújítanák a Fecskeház projektet, amelyben a kormány és az önkormányzatok közösen építetnének házakat a fiataloknak. Ez korábban jól működött, mondta a Fidelitas országos elnöke. Emellett a kormány bevonva a gazdaság szereplőit, a szakképzést is megreformálja. Olyan szakmát és olyan színvonalon kell oktatni, hogy a fiatalok el tudjanak helyezkedni. Erre egyébként ma komoly esély van. Én a napokban tárgyaltam egy nagy vállalattal, amelyik azt jelezte, hogy minden nap tudnak felvenni esztergályost például. Tehát vannak olyan szakmák, ahol a gazdasági folyamatok kedvezően alakulnak, és konkrét elhelyezkedési lehetőség kínálkoznak. Lombecki Gábor, a Fidelitas EGRI elnöke a művelődés fontosságára hívta fel a figyelmet egy új kezdeményezéssel kapcsolatban. 25 év alatti fiatalok EGRI lakcímkártyával beregisztrálnának az eger.hu, az város önkormányzata honlapján, majd a válasz e-mailben megkapják a levelet, ezt kinyomtatva behozzák a pénztárhoz, és így vesznek jegyet, féláron kapnak mozijegyet és színházjegyet, másik felét pedig a város finanszírozná. Ez a rendszer Budapest 5. kerületében már működik, remélik Egerben is meg lehet teremteni ennek a kedvezménynek a lehetőségét.